Néma vigyázálással és köszöntőkkel kezdte nyári szünet utáni első közgyűlését a városi önkormányzat, aztán belevágtak a képviselők. A költségvetés kiadási előirányzatát mindjárt 823 millió forinttal csökkentették, az indoklás szerint azért, mert az önkormányzat eddig a vártnál sokkal kisebb mértékben tudott ingatlanokat értékesíteni. Ráadásul az állami lefölözés is több mint 385 millióval több lehet a tervezetnél. A képviselők megszavazták az új lakásrendeletet is. Ennek lényege, hogy mostantól a felmondási okok között szerepel a botrányos magatartás, és szintén újdonság, hogy olyanok számára is elérhetővé teszik a bérlakások egy részét, akik albérletben laknak, de szociális alapon eddig nem pályázhattak. A testület módosította a rendezési tervet, valamint két személyi kérdésben is döntöttek a képviselők. Mostantól már nem csak megbízottként Prédl Antal áll az útkezelő szervezet élén, Sarkadi Mónika a Művészeti és Fesztivál Központ igazgatója ezzel szemben közös megegyezéssel távozik posztjáról. Némi vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy kinek a kudarca a győri aréna építésének meghiúsulása. Ezzel kapcsolatban Borkai Zsolt azt mondta, az önkormányzat nem kívánja eladósítani a várost, ezért vonta vissza a fejlesztés tervpályázatát.